Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a Városház előtt az első világháborús emlékműnél. Dr. Fazekas Sándor főmenségi miniszter úrral beszélgettünk, hiszen az előbb volt a megemlékezés, a hősökre emlékeztünk. Ön egy nagyon szép emlékplakettet is készített erre az alkalomra. Az első világháború 100 évvel ezelőtt kezdődött, és méltó módon kell, hogy megemlékezzünk, hiszen Magyarországnak több százezer hősi halottja van, mindannyian Nagy Magyarországért küzdöttek, a szülőföldünkért, és nem rajtuk múlt az, hogy nem tudták megvédeni a hazát. A mostani megemlékezés egy nagyon méltó, szolíd, tiszteletadó alkalom volt, amelyre több százan gyűltek össze. Én örülök annak, hogy Karszon a szülővárosomban ilyen fontosak a régi dolgok, a családtagjaink, hiszen nincsen olyan karcai család, ahonnan ne lett volna áldozat, hatalmas küzdelemben vettek részt annak idején. Én bízom benne, hogy az ország más településéhez hasonlóan a szomszéd városokban, a falvakban is folyamatosan lesznek megemlékezések, tudományos előadások, a televízióban is foglalkoznak a nagy háborúval és annak az üzenetével. Ez az üzenet pedig az, hogy össze kell fognunk, és a történelmi viharaiban is ki kell tartanunk, mindig meg kell újulnunk, és itt az elődeink hagyománya az egy kellő erőt ad. Köszönjük szépen! Köszönöm. Az első világháborús emlékmű, egy nagyon szép megemlékezés zajlott az előbb. Dobos László polgármester úrral beszélgetünk. Egy nagyon szép gesztus volt miniszter úr részéről, hogy alapított egy plakettet, és amin ön is látható, egy ilyen szép kitűzőt is kaptak mindazok, akik eljöttek erre a megemlékezésre. Nagyon-nagyon jó ötletről van szó, hiszen valóban eddig itt Karszagon ugyan nem voltak elfelejtve az első világháborús hősök sem, hiszen minden halottak napja alkalmából, pontosan miniszter úrral, a város jegyzőjével, alpolgármesterekkel és az érdeklődőkkel minden évben megkoszorúztuk ezt az emlékművet, és mécseseket gyújtottunk, de úgy gondolom, hogy egy ilyen nagyobb mértékű megemlékezés még inkább méltó, hiszen egy évfordulót ünneplünk, az első világháború 100 éves évfordulóját, karcagi hősök tömkellege, illetve karcagi hősök nevének tömkellegét olvashatjuk ezen az emlékművön, tehát akkor is a karcagiak, a nagykunság, az ország védelme, a hazavédelme érdekében mindent megtett, és komoly véráldozatokat szenvedett. Mindenképpen megérdemlik azt, hogy emlékezzünk rájuk, és kegyelettel emlékezzük, illetve őrizzük meg az emléküket. És az összefogásnak is egy szép példája volt ez, hiszen akkor is, azóta is tart ez az összefogás a városban, hogyha egy célért kell, akkor mindig össze tudtak fogni. Ez mindig is jellemző volt a város lakóira. Példák számtalan sorát lehetne említeni, legyen az akár gazdasági, kulturális, sport, bármilyen jellegű rendezvény, vagy olyan program, amire valóban egy összefogás szükséges, ez mindig megmutatkozik. Én abban is biztos vagyok, mint ahogy most is nagyon sokan kijöttek erre a megemlékezésre, hogy ez folyamatosan megmarad, ez jellemző az itt élőkre, és ez egy nagyon-nagyon pozitív tulajdonság. Reméljük, hogy még sokszor tudunk megemlékezni, és köszönjük szépen. Én köszönöm a lehetőséget. Györfi Sándor művész úrral beszélgetünk, ön is kitűzte azt a jelvényt, amelyet itt mindenki elvetett, aki eljött erre a megemlékezésre, és egy nagyon szép ajándékot adott, tehát egy sorszámozott ajándékot adott át Dobos László polgármester úrnak, és hogyan is született meg ez a gondolat, hogy mit is ábrázoljon ez az alkotás, hiszen elmondta, hogy nagyon sokáig jelölődött, hogy hogyan is öntse gondolatait most egy kis szoborba, plasztikába. Hát ez egy, ahogy mondottam is, egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, tehát egy negyed százada már az én munkásságom a tragédiákról szól, a tragédiáknak szóló emlékművekről, és ezek a gondolatok, ez a fájdalom, ez mélyen beleivódott az én gondolataimba, mert sok-sok családdal találkoztam, leszármazottakkal, hozzátartozókkal, fiaikat elvesztett anyákkal, az évtizedek során, és ezek mind nagyon-nagyon fájdalmas pillanatok. És én meg nagyon alkalmas vagyok arra, hogy átéljem ezt a fájdalmat, és magamra vegyem, hiszen a mű így tud hiteles lenni, így tud üzenetet közvetíteni, hogyha lelkem egy darabja is benne marad.
egyébként csak egy tárgy, a szobor egy téren. És ez egy váratlan fölkérés volt most számomra a miniszter úrtól, hogy egy ennek a körútnak a első világháború centenáriumára való emlékezés kitörésére 100 év távlatából egy kis plasztikát, egy emlékplasztikát, amit át lehet adni egy ilyen megemlékező ünnepségen. És akkor arra gondoltam, hogy hát mindenképpen hitelesnek kell lennie, nem egy dísztárgynak, hanem egy valóság, egy darabjának, ami emlék, ami mementó, ami a fájdalmat, az elmúlást és a hasonló akart közvetít, és ehhez kaptam is segítséget, mert föllapozom az újságot is, és hát látom, hogy Fazekas Sándor miniszter úr az Brüsszelben valakinek azt mondta, hogy már pedig a magyar föld nem eladó. És ez a címlap írás a közbeért, hogy én ezt a művet már megfogalmaztam részben, csak a végső formájára nem jöttem rá, hogy hogyan kellene igazán hitelessé varázsolni. És érdekes, hogy egy ilyen gondolat egy pillanat alatt helyre tette a művet is, mert tovább gondolva ezt, nem csak az életünk fontos része a termőföld, a magyar föld, a nemzetföldje, hanem másképpen is a kultúrát is őrzi. Ezek, ahogy a természetben megkövülnek, élő formátumok, kövületekké válnak, úgy 100 év alatt már a földbe maradt emlékeink. Egy világháborús lövészárokba kényszerített első világháborús magyar katona, akit eltalált egy bomba vagy egy golyó, az 100 év óta elporlatt a földbe. Csontjai vannak, összekeveredtek a lőszerekkel, a maradványai, a töredékei egy rohamsisaknak, egy szurony darab, egy puskacső vagy tus darabja jön fel a földből, amikor egy régész megtalálja. És a régészeti leletekre gondoltam én, amikor úgy szépen kiseplik a földből a régészek ecsettel finoman földet, azt, és akkor a maradékok, a töredékek ott vannak. Tehát ezt a pillanatot ábrázolja ez. És hiszen temetetlen holtainkról van szó. De az emlékük él, és tulajdonképpen ebbe a régészeti feltárás kicsiny szeletében egy négyzetméter, két négyzetméter, amit ki szoktak jelölni a régészek, ezt próbáltam plasztikai formába önteni, és a körbeölelő részek, azt pedig bearanyoztam. Ez pedig az örök mementó, az emlékezet, ami soha el nem múló dolog, ezt próbálja szimbolizálni. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!